Te vagy a dobos? Igen, igen, igen. Eredetiben igen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Zene Mindenki Egyesület Parafónia zenekara nevében. Nagy öröm számunkra, hogy ismét itt lehetünk veletek, és muzsikálhatunk nektek. Bizonyára csodálkoztok, hogy azt mondom, hogy ismét, mert úgy több mint 10 évvel, talán 10-11 évvel ezelőtt mi már a Szél Rózsán részt vettünk Tatán, és ott muzsikálhattunk. Először csendüljön fel Johann Sebastian Bach egy kis menüettje. Hangszeren játszol az együttesbe? Basszus metalofonon játszok. Aztán, és mióta tanultál ilyen hangszeren játszani? 2005 óta. És milyen dalokat adtok elő, hogy mik a kedvenceid például neked? A tavaszi szél, a Brahms, a Haydn menüet, meg ezzel szoktuk gyakorolni, meg a Mozart menüet. Milyen hangszeren játszol? Basszus, szilofonon játszok. Aha, és mióta tanulod ezt a hangszert? Egy éve vagyok a zenekarban. Szeret zenélni? Nagyon. Mik a kedvenc dalaid? Chopin, népdalok, középkori fantázia, régi dalok. És nehéz ezeket megtanulni? Hát valami, ami nehéz, valami könnyebben megy. Hát változó. Hányan vagytok egyébként benne ebbe az együttesbe? Hát 13 gyerek, és hozzá tanárok is vannak. Te milyen hangszeren játszol? Én különböző ötös szekcióban játszom 4 éve. Aha. És zeneiskolába jársz te is? Igen, én külön iskolába is járok zenélni, de a parafónia zenekarban is vagyok. És hogy zajlik egy próba nálatok? Hát úgy, hogy először oda megyünk, lepakolunk, ha véletlenül beesik egy koncert, akkor viszont kipakolunk, és akkor utána meg elveszik a kottákat, a tőket, és már is kezdjük. Aha. És akkor ez azt jelenti, hogy te tanulsz rendesen szolfést is, tehát hogy ha kottából játszol, vagy pedig inkább megtanulod a dalokat, és magadtól játszod? Ez így van, mert én sokat jártam beszédtechnikáról, és ilyen szolfésről régóta, és hogy igen, én 50-es kottából azt szoktam játszani, és hogy 5 éve járok a külön tanárhoz. Thank you.
Én akkoszitára játszok, szokhelyen bejártuk egész országot, és minden helyen sikerül a fellépés, és ma is fogok, meg Daruházba is fogok. Nem nagyon fárasztó egy ilyen koncert? Hát annyira nem, meg 5 éve vagyunk itt, és jó sikeres leszünk, vidám zenét, vidám dalokat eljátszunk, boldog nézőknek. Sokat kell gyakorolnod? Igen, szokat kell gyakorolnunk, megkészülünk a Daruházára.